Újabb és újabb lendületet ad, ha a cégek külső szakértői tanácsokat kapnak, például baráti kávéházi környezetben. A hasznosítható információk segítenek az ifjú cégek megismerésében és megismertetésében, a beszélgetéseken a hallottak ilyenkor összeadódnak és egymást erősítik. A KKV ház arra jött rá, hogy a hazai kis- és középvállalatok a magyar versenyképességben, domináns szerepet töltenek be, és az ő támogatásuk, az ő továbbképzésük, közösségbe szervezésük az egyik legjobb beruházás az országban. Ez adja meg a KKV háznak a saját identitását. A 11. kerülettel pedig hát úgy jöttünk kapcsolatba, hogy hosszú évek óta kapcsolatban vagyunk úgy döntöttük, hogy 2018-ban uh, új év, új Buda. Ez lesz a jelszó, és én azt gondolom, hogy uh, talán ez minden évben ismétlődhet. Az idei első találkozón a téma az építő és ingatlan piac. Annak finanszírozási formái a pályázatok és a trendek voltak. A beszélgetés egyik díszvendége a tavalyi kerület hetén Új Buda kiváló vállalkozója és kiváló iparosa elismerő címben részesülő Bartos Gábor András vállalkozó volt. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara általános elnök helyettese szintén a külső forrásokból, akár az önkormányzatoktól vagy a kamarától érkező hasznos tanácsok fontosságát emelte ki. Mindenki amennyire tud, az kapaszkodik az önkormányzat segítségében segítségébe, ez, amit meg is találhat bárki, mindenféle segítséget megkap, akár az önkormányzattól, ami ezt természetesen mi a Budapesti Kereskedési Park Kamara vezető is hozzájárulunk. Az esemény egy másik vendége, Kassai Ferenc, a Budapesti és Pest megyei mérnöki kamara elnöke, az építőipari és ingatlan piaci Luffy és annak kipukkanásának veszélyéről beszélt nagyon fontos lenne, hogy ne ilyen csúcsok alakuljanak ki, hanem egy ilyen elnyújtottabb építési láz alakuljon ki. Régi gyakorlatunk van már benne, hogy amit nagyon hirtelen így fölugrik, az azt nem lehet nyomon követni. Kerékgyártó Gábor, Újbuda Vállalkozás Fejlesztési Tanácsnoka, az Újbudai Üzleti Klub vezetője volt az esemény egyik főszervezője. Beszédében annak a reményének adott hangot, hogy ez az év hagyomány teremt egy új szokásnak, amelyel a KKV-ház és az Újbudai Üzleti Klub közösen szervez majd időről időre kávéházi hangulatban zajló komoly, informatív beszélgetéseket.